Tohle si tady jdeme rzán, jo, jsi půty pěli. Jo. Já bych se dělal opět jako kočíte. Já jako už tady rok, ten zjetu se pověř po celu. Je No dělám jedu tam, jak jsme tu kurte na plakáci tady. És ami biztos, hogy többen vannak a rendőrök, mint a tüntetők. Megpróbálhatja, de zárva van! Nem értem is, hogy tudom, hogy a területesség pártam. Foka László vagyok, üdvözlöm. Én meg Sargú vagyok, tehát őrgetem. Nagyon jól tette. De nagyon korrupt az országot így. De lejte van, hogy úgy. Nekem van egy 92-et a kezdődő történetem, és 14 év telt el, és van egy gyártási ítélet, és másodszor azért nem viszik csak, mert az ügyvéd nem bélyegezte le. És az első volt jóvá hagyta. Ráadásul már 5 év után kiretni Strasbourgba, devizába belevittek, építek bele, és most úgy néz ki, hogy el akarják indítani a rendőrállást. Végrehajtás? Igen, igen, végrehajtás. Jó, hát ott egy végrehajtás megszüntető perben még neki tud menni a dolog. Most a devizánál nem, én nem vagyok jogász, van két szakértő, a dr. Léman György, meg Barabás Gyula. A Barabás Gyula mellé már kiegészítésképpen életveszélyes megfelelődik. Engem is. Engem is. Álljak le 3 évre, álljak le, mert különben akkor... Mindenképp megfenyeget. Ehhez értenek a megfélemlítéshez. Azért mondja, nem akarnak esetni most ilyen. Most én is felkerültem a rendőrségi oldalra, de én szedettem feljelentést, és nem tudok helyet. Ügyészséget tettem feljelentést, nem tudok helyet. Én is az arcomat hozzá megjelentem könyvbe is, de adom a nevemet a dolgokhoz. Figyelje minket az esemény oldalunkon, a Nem adom a házamat Facebook oldalon, és jöjjön a rendezvényekre. Jó. De most is tudod adom a Darka Jüri kamaránál a beadványt, az ügyét, a bélyegzőt, hogy nem látható, most is látható kéreggel, az mind már csak Strasbourgban kell. Így van, most már csak ott lehet. Nem lehet itt lenni. És a másikat akarom mondani. Ennek kezdetén van egy 15 történet. Unikreditet átmentem, mert paszkálok a gyereztetet. A számlámban, a fizetésen átmentem. Megtettem egy olyan ajánlatot, hogy ha így csinálták volna, akkor nem lett volna gond, megépítem 99-ben tisztességgel, és sok kevesebb volt a lakosságon, és nem, már kifizettem volna a hitelt. Előrelátó hitelt létrehozták. Abba az évben a leg... díjat kapott. Ez az ötlet. Engem meg elmarasztalnak. Tehát az én ötletem az, díjat nyert 11-12-be, díjat nyer előre látva hitellel, engem meg elmarasztalja. Hát, és itt a 15 és a vagyonunk körül fogva. Ez a kettőség ebben az ország. Gátlástan kettőség is, mert nem lehet senkinek, se ügyvéd. Ja, és tudja, mire hivatkozni? Azt mondják, ha én bemegyek az ügyvéd ez a bankba, és az nekem tájékoztatást ad. Az biztatásnak veszik, és Magyarországon a törvény nem büntetik. Közben nem biztatás, az félrevezetés. Félrevezetés. Csapdába való belevitel. De hadugság. Egyébként a biztatási kár intézményét is ismeri a magyar jog, a biztatási kár is, tehát hogyha önnek adnak egy olyan tájékoztatást, hogy megkapja a hitelt ilyen és ilyen feltétellel, és erre mondjuk köt egy szerződést, egy adásvételit, vagy elkezd építkezni, és mégsem olyan feltétellel kötik ez meg perelem. A szerződést, ez biztatási kár. Ez is perelem, meg az is, hogy a gyereknek nem volt érdeke, a 15 gyerek, és nem volt érdeke, hogy a ház megépüljön. Fele akkora, és duplát építettek meg, ilyen indokkal a bíró azt mondja, hogy a bank bármit megtehet, az állam önkormány bármit megtehet, ez a válasza neki is. Azért kaptam kiemelt támogatású hitelt, mondja ő, mert még volt nála kedvezőbb is 99-ben, 3,5%-os jelzálog leveles, a szakértő megállapította. Azért kaptam meg, mert meg kellett építeni a két lakást magára. Csak így kaphattam meg, tehát dupla terhetett rám. Tehát mondok, hogy 15 millió a pluszban meg kellett. És utána beleviszek devizába, mert meg kell még adósság, nem adja oda azt a forint összeget. Most eddig bírtam múlt év áprilisáig. Beadtam a beadányomba, hogy eddig bírtam, spirálba vagyok, kihozta az első gátlás ítéletet. És eljött a végrehajtást. Ez volt a lényeg neki. 14 éves történetem. Azért mondom, mert bármikor vállalom, bármikor nevemet, bármit. Nézzen, hogy Berthő Józsa fölött. Béke bűnösökben is szerepel, pénzfeltáróba volt miniszterelnöki bankári körében kapcsolatban véleményeztem. Nézzen meg. Jó. Küldje át, Rivádi. Melyiket? Hát ezt a véleményezést. Jó, nem adom a házamat oldalon, vagy Póka Lászlónak. Nézze, másra beugrott a neve. Meg a másik az, én voltam ott a kastélyre konfrontálottam az Hősök terén. Aha. Én voltam, mert ugyanis én aláírtam a hágai büntető fejlentést.
és a szállom bármikor, mert ezek bűnözök, ettől egy, tokkal vonóval. Népnyomorítok, én leírtam, hogy 4000 öngyilkos tett, felhívom a törvényszék figyelmét. Nem jött elemen percig, azt hittem, jön valami rágalmazás. Nem jött elemen, mert valóság. Igaz, így van. Valóság. És a Kastner is csak az árést tette be. Akartam vele beszélni, hogy bővebben, többről, például jelzálog szerződésnél, ha hitelbiztosítás fedezet levesznek 30%-ot, az is bűncselek. Ezt is mondhatom Kastnerbe, aztán az árfolyam különböző. Nem beszélt velem. És konfrontáltam, és akkor kivitte a hágába. Mert szembesült a néppel. Azért mondom, hogy itt nagyon, hogy összesérve én már megmondom, hogy igazán jó lenne, ha önnek tudnék tudni. Érti? Mert már olyan bizalmatlanság van már, hogy össze, hogy megjártam minisztereket, leteszteltem minisztereket, rendőrséget, főügyészséget. Nem bírod meg Görögországban. Politikai medvékjogon van Görögországban szóban, mert megfenyegetek életveszélyesen. Leadtam az összes követségen, az a golyal mellé, leadtam, hogy a kinyújnak. Akkor családviszik. Ez milyen országban él? Mi megy itt ebben az országban? Én demokráciában, vagy egy tisztességes demokráciában, ahol bemegyek a bizalom a hivatalba, a segítő szándéka pozitívan adja nekem meg a lehetőséget, nem negatívan, nem szakadékba vinni az embereket. És te élősködni, hogy milyen jó, milyen luxusan, hogy nép meg nyomorog, nem így kellett csinálni, nem? Nekünk kell többször beszélgetnünk szerintem. Állok elé. Örülök meg. Nézd, meg van a telefonszámot, én is. Szerintem adok egy kártyát, és küldj el e-mailben az elérhetőségét, hogyha ez úgy megfelel. Adok egy, nekem e-mailem az itt van, ez az e-mailem. Akkor fölírja még, jó? Nem, idefelé.